Jó estét kívánok, kedves nézőink! Önök a Városi TV Mohács október 23-ai Hétközben című magazin műsorát látják. Adásunk elején jöjjön rövid, szokásos képesajánlónk. Mohácson is alakult munkástanács 1956-ban. Koszorúzás és főhajtás a Tomori utcában, az egykori Tefu épületénél. Emlékfoszlányok 1956. A 68 évvel ezelőtti őszi októberi eseményekre emlékeztünk a városi rendezvényen. Szakma vagy érettségi, vagy mindkettő? Pályaválasztási kiállítás Mohács és térsége 8. osztályosainak. Újraindulhat a Bói Montenuvo Technikum. Új képzési kínálat a Pécsi Református Kollégium épülete alatt. Az 1956-os őszi eseményekre való városi megemlékezés egyik helyszíne a Tomori és Dózsa György utca találkozásánál található épület, amelynek falán egy márványtábla emlékezteti az utókort. Itt alakult meg a 2013-ban elhunyt Molnár Lajos és társai vezetésével az a munkástanács, amelynek kulcs szerepe volt az itteni események alakulásának. Az egykori teherfuvarozási vállalat, röviden Tefu, jelenleg Tomori konyha épületében alakult meg városunkban, az 1956-os forradalmi események hatására a helyi munkástanács. Ennek emlékére 2015. októberében avattak emléktáblát, azóta itt tartja megemlékezését a forradalom évfordulóján a Baranyai Munkástanácsok szervezete önkormányzatunkkal közösen. Beszédében Cserdi Áron alpolgármester aláhúzta, az országos események mellett helyi történésekre, helyi hősökre is emlékezhetünk, akik a szabadságukat kockáztatták az októberi forradalom eszméjéért. Tisztelt emlékezők, tisztelt megjelentek! Itt állunk Mohácson a munkástanácsok emléktáblájánál, és emlékezünk 1956 hőseire, 1956 dicső forradalmunk eseményeire. És jó érzés, felemelő érzés úgy itt állni, hogy nem pusztán országos eseményekről beszélhetünk, hanem helyi vonatkozású eseményekre is gondolhatunk, és van helyben is kikre büszkéknek lennünk. Gondoljunk csak akár a nemzetőrségünkre és Szendrődönre, vagy akár itt a munkástanácsok emléktáblájánál éppen a munkástanácsokra és az ő képviselőikre, például vezetőjükre, Molnár Lajosra. 1956. október 23-án, amikor a munkástanácsok elkezdtek megalakulni, illetve kitört a forradalom is rá egy-két nappal, ezt követően országszerte a munkástanácsok gombambod elkezdtek megalakulni, akkor tulajdonképpen, és erről a történetírás nem mindig beszél, vagy nem teljesen hangsúlyozza ki, nem egy spontán eseményről van szó. A munkástanácsokra való igény, a munkástanácsok szükségessége már hónapokkal korábban megjelent, hónapokkal korábban felmerült. Természetesen nem a pártvezetés részéről, hanem a gyárakban a munkások részéről. Mindezt gyorsította fel, vagy mindehhez adott egyfajta, mondjuk úgy, hogy plusz lendületet 1956 forradalma. És hogy mennyire fontos 56 kapcsán megjegyeznünk azt, hogy nem pusztán a főváros forradalmáról beszélünk, hanem az ország, a nemzet, a vidék forradalmáról is. Legalább ilyen fontos azt is kihangsúlyoznunk, hogy nem csupán egyetlen társadalmi réteg számára voltak fontosak az elhangzott és újra meg újra hangoztatott követelések. Ha így lett volna, akkor talán nem is beszélhettünk volna forradalomról, de az értelmiség a munkásokkal, vagy akár a parasztsággal karöltve tudott megfogalmazni közös célokat. Ennek egyik példája az is, hogy már a forradalom előestéjén, tehát október 22-én 56-ban az értelmiségieket tömörítő Petőfi kör tűzte zászlajára egyebek mellett azt, hogy az üzemekben munkás igazgatóságok legyenek. Látjuk tehát itt is a közös metszetet, az összhangot és az egy irányba mutató akaratot. Legalább ilyen fontosak az egyéb követelések is, és az egyebet itt most nem mellékesként értem. A szabad választások, a több pártrendszer, a demokrácia, a szabad sajtó, a szabad véleménynyilvánítás, ez mind-mind közös akarat és közös, nem is mondom, hogy óhaj, hanem közös követelése volt a felszólalóknak. És ami szintén talán ritkábban hangzik el a munkástanácsokkal kapcsolatban, hogy ők nem egy diktatúra helyett akartak egy másfajta, mondjuk úgy egy munkás diktatúrát, vagy egy munkástanács diktatúrát bevezetni, erről szó sincs. Ők maguk fogalmazták meg, vagy egyik vezetőjük, országos vezetőjük, Bali Sándor is megfogalmazta azt, hogy nem a párt helyére akarnak most ők munkástanácsokat ültetni,
hanem a munkástanácsok legyenek egy megkerülhetetlen részei annak a rendszernek, ahol működnek a fékek és az ellensúlyok is. És szintén ők mondták azt is, hogy nem akarják a teljes társadalomra rá kényszeríteni magukat, mint munkástanácsok, de azért lássuk be, hogy nélkülük elég nehezen lett volna elképzelhető 1956, már csak azért is, mert ha belegondolunk, és úgy gondolom, hogy ezt nem túlzás állítani, akkor a forradalmi időkben, azokban a napokban, hetekben, hónapokban a legegységesebb és a legszervezettebb módon gyakorlatilag szinte kizárólag a munkástanácsok tudtak fellépni. Mögöttük volt az erő, mögöttük volt egy közös akarat, és ugyanakkor, bár forradalomról beszélünk, de mégis érdekes, hogy egyfajta higgadtság is bennük volt. Nem akartak semmit elkapkodni, nem akartak vérontást, tárgyalni akartak, egyeztetni akartak, még akkor is, hogyha tudták, nem voltak naívak, hogy a pártvezetés mindent el fog követni azért, hogy megossza majd őket, hogy téglákat építsen be közéjük, vagy hogy éppen a legkülönlegesebb, vagy legkülönbözőbb módokon ellehetetlenítse őket. Sajnos, amint azt tudjuk, november 4-e után ez így is történt, de azért azt is fontos megjegyeznünk, azt hiszem, hogy a munkástanácsok igazi szerepe vagy jelentősége az éppen 56. november 4-e után, mikor a szovjet tankok bejöttek, és ez a drámai fordulónap elérkezett, talán akkor mutatkozott meg csak igazán. Az pedig, hogy utána mi történt, és hogy valóban a párt akna munkája, illetve a bebörtönzések, a kádári megfélemlítés, az ellehetetlenítés, az sajnos meghozta ezt a rothadt gyümölcsét, az már úgy gondolom, hogy nem a munkástanácsok felelőssége. És azért azt se felejtsük el, hogy 56 egyáltalán nem volt hiába való. Még ha akkor is ott nem is érte el mindjárt a céljait, ennek a folyamatnak köszönhetjük 1989-90-et és a rendszerváltozást, azt, hogy ismét talán dönthettünk saját magunk a sorsunkról. Viszont azt most sem szabad elfelejtenünk, nagyon szeretném ezt is kihangsúlyozni, ha megengedik, hogy talán manapság, főleg az ifjabb generációk már úgy élik meg a szabadságot, mint valamilyen természetes, magától értetődő jelenséget, ami csak úgy van. De hát ezt látjuk, hogy nem igaz. És a magyar nemzet történelme sokszorosan mutatja és igazolja is ezt, hogy a szabadságért meg kell küzdeni, a szabadságért meg kell harcolni. Mert hol tankokkal akarják eltiporni, fegyverrel, korbáccsal, hol pedig mindenféle mézes-mázos, szépen csomagolt ideológiákkal, de a végső cél sajnos ebben az esetben is a szuverenitás elvétele, a nemzet szuverenitásának önrendelkezésének megvonása. Ezt pedig nem szabad hagynunk, és erre példa 1956, és erre példák a munkástanácsok, az ő tevékenységük, köztük a mohácsiaké is, akikre okkal lehetünk büszkék, és akiket nem szabad elfelejtenünk. Tisztelt Hölgyeim és Uraim, tisztelt megemlékezők! Hazánk egy jelentős történelmi eseményére emlékezünk, az 56-os forradalomra és szabadságharcra. Azokra a bátor férfiakra és nőkre, akik nemet mertek mondani egy zsarnok elnyomó rendszerre. A forradalom leverése után főként a munkástanácsok, de más forradalmi szervek is igyekeztek megvédeni a forradalom vívmányait. Sztrájkokkal januárig őrizték a forradalom lángját. Majd kezdetét vette a 20. század legvéresebb megtorlása. Rengeteg ember kényszerült börtönbe, migrációba. Elég volt egy nemzeti színű karszalag a rendszer haragjához. Nagyon sokáig beszélni sem szabadott erről az időszakról. Engedjék meg, hogy megemlékezzek Rácz Sándorról, az 56-os nagy központi munkástanács elnökéről. Sanyi bácsi rendkívüli ember volt, hatalmas szónok. Volt szerencsém személyesen is ismerni, beszélgetni vele. Soha nem hátrálhat meg az ember. A többi munkás képviseled. Te vagy az ő hangjuk, mindig tisztán és érthetően kell beszélj. Mindig azt keressétek, ami összeköt benneteket, nem pedig azt, ami elválaszt. Pár intelem Sanyi bácsitól. Őszintén hitt a munkás önigazgatás eszméjében. Sziklaszirád, egyenes ember volt. Azt mondta, a világnak megmutattuk 56-ban, hogy a magyar emberek mindennél fontosabb a szabadság. A szovjet katonai városparancsnok Grebernyik tábornokkal való első találkozásra is emlékezetes volt. Harmadmagával besétált a tábornok irodájába, és közölte, a fogvatartottak szabadon bocsátásáról jött tárgyalni. Annyira meglepte a városparancsnokot az ellentmondás nem tűrő hangnem,
hogy le is ült tárgyalni. Mansfeld Péter szoboravatóján négy csodát említett Sanyi bácsi. Az első a nemzeti lombogóból kivágott kommunista címer volt, ami jelkép lett. Az egész világnak azt üzeni, hajts fejet! A magyar ifjúság az egész világnak mentette meg a kommunizmus rémétől. A második a Kossuth téren történt, mikor Nagy Imrét kilökték a teraszra, és megszólította a tömeget, elvtársak, mire a tömeg egy emberkért felett vissza. Nincs többi elvtárs. Ettől a perctől fogva az egész világon elvesztette a szó az értelmét. A harmadik a Mária Regnum templom helyén álló Sztálin szobor ledöntése volt. Ahogy eldőlt a szobor, a jelenlévők megszabadultak a félelmeiktől. Sanyi bácsi is jelen volt. A negyedik csoda, amit említett, a pesti srácok voltak. A világ leghatalmasabb hadseregét háromszor kényszerítették tűzszünetre, hogy elszállíthassa a nagy orosz hadsereg a halottait. 2013-ban sajnos elveszítettük Rácz Sándort. De a Fiumi úti temetőben Palkovics Imre, a munkástanácsok elnöke megemlítette beszédében, hogy épp a csíksomlyói mise alatt jött a hír, elhunyt Rácz Sándor, a nemzet halottja. Sosem hal meg az, kinek a nevét visszhangozzák Székelyföld gyönyörű hegyei, mondta. Amíg emlékezünk és megőrizzük tanításaikat, valóban nem halnak meg. A mentorom és barátom Bélavári Ferenc egyik beszédében azt mondta, mai modern demokráciánkban elképzelhetetlen, hogy megismétlődjön ez a szörnyűség. Őszintén remélem, hogy igaza van. Amit a munkahelyeken tapasztalok, elszomorít. Az önzés, a közöny mellett a mély apátia lett úrrá dolgozókon. Vajon az 56-os hósok mit szólnának a mai munkások hozzáállásához, amikor egy elnyomó zsarnokrendszer dühött bosszújától sem félve kiálltak a magyarság igazáért, vállalva minden következményt. A mai profitorientált vállalkozások korában meggyötört, elcsigázott munkavállalók már magukért sem hajlandók szót emelni. A régi értékrendek mentén gondolkodva kell építenünk a jövőt, hisz a múlt jó tanítómester. A megemlékezés koszorúzással ért véget. Az épület falán koszorút helyezett el a munkástanácsok képviseletében Olexa László, Bélavári Ferenc és Horvai László. A Mohácsi Önkormányzat nevében Cserdi Áron alpolgármester. A 20. századi magyar történelem egyik legmeghatározóbb eseménye az 1956-os forradalom és szabadságharc szereplői egyszerű emberek, munkások, diákok, tanárok, színészek voltak, de mindannyian a szabadságért, a demokráciáért, az alapvető emberi jogokért harcoltak, és sokan az életüket is adták e nemes eszményekért. Rájuk, a hősökre és az áldozatokra emlékezett városunk közössége október 22-én a Kossuth Teátrumban és a Hősi Emlékműnél. A rendezvény szónoka Schmidt Kovács Diana, a Mohácsi Jenő Városi Könyvtár vezetője volt. Emlékfoszlányok 1956 címmel a Kisfródi Károly gimnázium diákjai adták az emlékező műsort. A Mohácsi Fúvózenekar térzenéje fogadta az 1956-os forradalomi szabadságharc 68. évfordulója alkalmából rendezett városi megemlékezés közösségét a Kossuth Teátrum előtt téren. A rendezvény a színházteremben a himnusz elhangzása után az ünnepi beszéddel folytatódott. Tisztelt emlékező közönség! 1956-ban az egész világ csodálatát váltotta ki egy megcsonkított, idegen katonák által megszállt ország Európa szívében. Ez a maroknyi nép oda merte kiáltani a hatalmas szovjet birodalomnak, elég volt. Elég volt a diktatúrából, a megszálló szovjet hadseregből, a börtönökből, az internáló táborokból, a kulákperekből, az egyházüldözésből. Ez a nép a saját életét akarta élni végre, szabadon. A kezdeményező szerep az ifjúságé volt. Azé az ifjúságé, mely bebizonyította a történelem folyamán épp elégszer, hogy a sorsfordító pillanatokban helyén van a szíve. Az egyetemisták pontokba foglalt követeléseket állítottak össze, melyek közül a legfontosabbak a következők voltak. Új kormány Nagy Imre vezetésével.
a szovjet csapatok azonnali kivonása hazánkból. Általános, egyenlő, titkos választások. A bűnös vezetők leváltása és bíróság elé állítása. A politikai foglyok szabadon bocsátása. Teljes vélemény és sajtószabadság biztosítása. A diákok elhatározták, hogy követeléseik érvényesítése érdekében október 23-án tömegtüntetést rendeznek. A hatalom elbizonytalanodott. A 15 órakor kezdődő tüntetésre egyre forrosodott a hangulat. Este a parlament előtt már 100 000-es tömeg követelte Nagy Imrét vezetőnek. Az első tűzharc a rádió épületénél robbant ki, amikor az ifjúság be akarta olvastatni követeléseiket. A tüntetés estére forradalommá változott. Este 9 óra 17 perckor ledöntötték a kommunista zsarnokság jelképének számító Sztálin szobrot. A pártvezetésen zavar lett úrrá. A megszálló szovjetekhez fordultak, akiknek első tankjaik 24-én hajnalban meg is jelentek Budapest utcáin. Ez még hevesebb ellenállást váltott ki. Elkezdődött a küzdelem népünk szabadságáért. Még aznap, október 24-én a szovjetek javaslatára, időnyerés céljából Nagy Imre lett a miniszterelnök, aki a folytatódó harcok közepette kiutat igyekezett találni. Október 28-án a későbbi mártír miniszterelnök átállt a forradalom oldalára. Tűzszünetet rendelt el. Kérte a szovjet csapatok kivonulását Magyarországról. A kommunista magyar dolgozók pártja feloszlott. Újjá alakultak a kommunisták által korábban szétvert pártok. Nagy Imre kinyilvánította hazánk semlegességét. Október 30-án a szovjet csapatok megindultak kelet felé. Győzött a forradalom. Lélegzett fel az ország. Mohácson, mint megyeszerte a kisvárosokban és falvakban, csak október 26-án kezdődött a forradalmi mozgolódás. Addig a vidék vajúdott. A felvonulók a mezőgazdasági szerárugyárnál, a gép- és fejmárugyárnál gyülekeztek. Az itt dolgozókból és a gimnázium diákjaiból verburválódtak. Ezen a napon, már a felvonulást megelőzően, Szendrő Ödön, a későbbi nemzetőr parancsnok vezetésével brigád járta körül a várost, és leverte a vörös csillagokat. A felvonulók, éljen a független szabad Magyarország, le az önkényuralommal. Tűnjön el Rákosi Gerőféle vezetés, feliratú táblákat emeltek a magasba. A pártbizottság és a rendőrség tudott az előkészületekről és a felvonulásról, de egyetlen lépést sem tettek ellene. A tüntetők a tanácsház elé vonultak, majd 20 tagú küldöttséget menesztettek a tanácsra, ahol átadták követeléseiket. Ezek lényege. A szovjet csapatok eltávolítása Magyarországról. A szovjet emlékmű azonnali eltávolítása. És a szovjet vezetőkről elnevezett utcák nevének visszamagyarosítása. A tömeg nem engedte szóhoz jutni a tanácselnököt és a tanácstitkárt. A tanácsház erkélyéről többen, Cagány, Verbán János és Szekeres felváltva szóltak a főtéren tüntetőkhöz. Cagány vezetésével nagy csoport vonult a szovjet emlékműhöz, hogy ledöntsék. Az emlékmű döntés eredménytelen maradt, mert azt a beépített 8 darab vasúti sín szilárdan tartotta. Csak a törékeny díszítményeket, emléktáblákat és a vörös csillagokat verték le. Október 27-én már több mint 3 000 tüntető vonult az utcára. Ezen az általános iskolák tanulói is részt vettek. Október 28-án a tüntetők a Hősök parkjában ledöntötték a szovjet sírok emlékoszlopát és a bolgár hősi emlékművet. A városi tanácsházból az elérhető iratokat, a szovjet és magyar vezetők képeit és mintegy 500 méteres vörös drapériát a térre cipeltek és mágián elégették.
Október 29-én megalakították a Nemzeti Tanácsot. Elnökévé Mayer Ferenc volt polgári iskola igazgatót, titkárává dr. Hernádi Imrét, a gép és fémárugyár főkönyvelőjét választották. Az elvtárs helyett bevezették az úr megszólítást. Küldöttséget menesztettek Győrbe. Felvetődött a gondolat, hogy Mohács is elszakad a Nagy Imre kormánytól, és önállósítja magát. De erre már nem volt idejük. A szabadság nem tartott sokáig. November 4-én hajnalban a szovjet hadsereg átfogó támadást indított hazánk ellen, és a nyugat tétlensége mellett leverte a magyar szabadságharcot. Ahogy Fónai Jenő írta, elvégeztük a munkát. Győztünk. Alig 2 hét alatt. Újra fényesre csiszoltuk a múltat. Megdicsőítettük hazánkat. Szabadságért emeltünk szót és kezet, mert kellett, megfogtuk a fegyvert. Ámult csak a világ. Mondott szépeket, és csendben maradt, mint aki megdermedt. Most feláldoznak bennünket újra, ugyanúgy, mint tegnap. Feláldozzuk magunkat, mi is, az itthon maradottak, hogy megszentelődjék az igazság újra, a mi igazságunk. Elkezdődött a megtorlás. 1956 végén, 1957 elején csak nem 200 ezer zömében fiatalok menekültek külföldre. Itthon kb. 22 ezer embert ítéltek el, több mint 400-at kivégeztek. Több ezer fiatalnak törték derékba életét, csapták ki középiskolából, egyetemről. A szovjet beavatkozás és a brutális diktatúra a világ tiltakozását váltotta ki. Az ENSZ évekig napirenden tartotta a magyar kérdést. Az 1956-os elítéltek nagy része az 1963-as közkegyelem révén szabadult ki, és élt megbélyegezve. A forradalom és szabadságharc tehát elbukott. De ahogy Páter Faddy ott már bebörtönzött szerzetes írta, az áldozat nem teremtette meg azonnal a gyümölcsét, de a magot elvetette. Az áldozatok vérével, megtépart életek könnyeivel öntözött mag gyümölcse az 1989-90-es változások során érett be. Végezetül egy üzenet. Németh Bálint egykori szabadságharcos üzenetét szeretném átadni. Üzenet a fiatalokhoz. Tegyétek úgy mindennapi dolgaitokat, hogy azáltal a haza felemelkedését szolgáljátok. Tanuljatok, képezzétek magatokat, mert ez a haza a tiétek. Nektek kell megvédeni, birtokolni, fejleszteni, szebbé tenni, élni benne és élni vele. Legyen áldott mindazok emléke, kik életüket adták a magyar szabadságharcért. Tisztelt emlékező közösség! A következőkben a Mohácsi Kisfródi Károly Gimnázium tanulóinak Emlékfoszlányok 1956 című ünnepi műsorát láthatják. Szereplőként minden évfolyamból a 7-től a 12-ig képviselteti magukat a tanulók. Az 1956-os forradalom eseményeinek felidézői név szerint Amrich Márk, Barta Dávid, Barta Lili, Békés Vinternic Bánk, Békés Vinternic Panna, Breyer Sára, Buják Lilla, Cinege Panna, Emmert Balázs, Hafner Gergely, Halas Panna, Haramza Kimcső, Hári Réka, Heirik Zita, Herner Hajnalka, Hidasi Tibor, Hok Hanna, Horváth Zoárt, Kemény Lilian, Kolcsár Zoé, Majcsinszka Zsófia, Pap Léna, Pap Rihárd, Sipos Zsombor, Szabó Anita, Szabó Milán, Szajkó Lara, Szellár Balázs, Tiszai Fanni, Tóth Liza és Weisz Zsófia. Felkészítő tanáraik Iváncsicsné Major Szilvia és Felföldi Péter. A csapat tagjai ezúton szeretnének köszönetet mondani mindazoknak, akik segítették a műsor megvalósítását. Köszönet az iskola pedagógusainak, szülőknek és nagyszülőknek a jelmezek és kellékek összegyűjtéséért, Liliné Darabos Eszternek és a diákoknak a díszlet elkészítéséért.
Filákovicsné Verőci Alexandrának, Horváti Lenkének és Varga Mohácsi Tímeának, a zenei részekben nyújtott segítségért, próbákért, valamint Jancsi Zsoltnak a tánckoreográfia megvalósulásáért. Tehát a következő percekben következzék a Mohácsi Kisfoldi Károly Gimnázium emlékező műsora. Kálváriákat járó nép vagyunk. Tépett dolmányú, elhagyott fiak, akik csak egyre ballagunk tovább a megszaggatott lobogók alatt. Nem a múlt hunyó fényében élünk, de épülünk a szenvedéseken. A romok között küzdve remélünk, hogy feldúlt fészkünk újra szép legyen. Nincs más egyövünk búsárvaságnál, s ha tarisznyánkban akad egy falat, az idegennel azt is megosztjuk, még akkor is, ha semmink sem marad. S átoksúj is nékünk a jelen, és követ dob ránk az egész világ, akkor is járjunk csonkán, véresen, az újabb nagy magyar kálváriát. Sorsunk, végzetünk, ez ős barázda, itt szórt el minket a nagy magvető, hol őseinket keblére zárva, mélyen hallgat a magyar temető. Kálváriákat járó nép vagyunk, kit meg nem érthet kelet és nyugat, de én hiszem, hogy lehet feltámadásunk majd egyszer az ősi lobogók alatt. Nagyszüleink és az emlékeik bennünk élnek. Palackpostaként valamilyen módon magunkba hordozzuk gényeiket, vágyaikat, álmaikat. Ma ezt a palackpostát s annak egy darabját nyitjuk ki, hogy belenézhessünk. Ismerős és mégis ismeretlen mélybe tekintünk be, s ezáltal többet tudunk meg múltunkról és önmagunkról. 1945. áprilisában véget ért a II. Világháború. Felszabadultunk, gondolta ekkor mindenki, nem is sejtve, hogy még nincs vége a nyomorúságnak. Egy ország romokban hevert. A nép óriási erővel látott neki az újjáépítésnek, nem sejtve, hogy minket védő, hazánkba ideiglenesen beköltöző szovjet hadsereggel együtt beköltözik az emberek életébe mindaz, ami a zsarnoksággal együtt jár. Hol zsarnokság van, ott zsarnokság van. Nem csak a puskacsőben, nem csak a börtönökben, nem csak a vallatószobákban, nem csak az éjszakában kiáltó őrszavában. Ott zsarnokság van. Már zsarnokság van az óvodákban, az apai tanácsban, az anya mosolyában, abban, ahogy a gyermek dadog az idegennek, ahogy mielőtt súgtál, hátrafordultál. Nem csak a szöges drótban, nem csak a könyvsorokban, szöges drótnál is jobban bénító szólamokban, mert ahol zsarnokság van, ott minden hiában. Ez akkor dédszüleink, nagyszüleink által megszenvedett valóság volt. Föl-föl bukkanó, töredezett emlékkép. Nekünk pedig már múltból forduló történelem. 1956 eseményeit ma emlékfoszlányokban elevenítjük fel. Személyes visszaemlékezésekben, versekben szólnak hozzánk azok, akik megélték a forradalmat. A vízhang, amit ez bennünk kivált, a mi örökségünk. Rajtunk áll, hogyan visszük tovább, hogy mi törzünk meg mindebből. Mondják neked,
elvakult sötét lelkű ostobák, keresd magadnak máshol hazát. Ne törődj bele, hogy mit mondanak, az vagy, akinek tartod magad, még akkor is, ha szembe fúj a szél. Ne törődj bele, hogy mit mondanak, az vagy, akinek tartod magad, ne feledd el, hogy szabadnak születtél. Ne hagyd, hogy lelked mérgezzék a hazug előítéletek, ne hagyd, hogy korlátok közé szorítsák szabad szellemet. A Kölcsei és Vörös Marti nyelvén szól az éneked, a nagyvilágon de kívül nincs máshol helyed. Tudom, hogy nehéz elfeledni mindazt, amit nem lehet, de ne add fel a szíved mélyén élő szép reményeket. Kárpátok gyűrűjéből szállj fel, szabad madár, érted is szól a harang már. Ne törődj bele, hogy mit mondanak, az vagy, akinek tartod magad, még akkor is, ha szembe fúj a szél. Ne törődj bele, hogy mit mondanak, az vagy, akinek tartod magad, ne feledd el, hogy szabadnak születtél. Sose feledd, hogy szabadnak születtél. Nagyapámat csak a naplója feljegyzéséből ismertem. Nem élt már, mikor megszülettem, de azt mondják, hasonlítok rá. A naplója évtizedekig porosodott a padláson, ahová apám nagyapa halála után feltette a dolgait. Egyszer felmentem oda, kinyitottam a dobozt, és találkoztam nagyapámmal. Ez a bejegyzés 1956 őszéből való. Itt a dátum 1956. október 22-e. 1945-ben, amikor véget ért a háború. Azt hittük, felszabadultunk. Nem sejtette senki, hogy 6 év borzalom után még nincs vége a nyomorúságnak. Az ország romokba hevert, beköltözött az emberek szívébe a rettegés. Senki nem tudta, mikor kerül sorra, mikor és mivel érdemli ki, hogy mint a haza ellenségét elítéljék, kivégezzék, vagy jó esetben életfogytiglani büntetéssel megúszta azt, megnyomorítva élje le hátralevő életét. Anna énekli itt mellettem az évslágerét. Bárhogy lesz, úgy lesz. Bárhogy lesz, úgy lesz? Nem, nem hinném. Az egyetemen azt hallottam, ma megindult a szervezkedés. Egyre dühösebb az ifjúság. Elég volt a megalázottságból. Elég a félelemből és a kiszolgáltatottságból. Elég az éjszakai elhurcolásokból és a rögtönítélő népbírósági perekből. Nagymamám a születésnapját ünnepelte 1956. októberében. Sokat mesélt később nekem is a forradalom előtti napokról és a forradalom eseményeiről. Egy könyvben jelent meg az ő története. Amikor a történelem tanárunk felolvasta, rögtön tudtam, hogy ez a nagymamám visszaemlékezése. Mindjárt megkeresem és felolvasom. Nagyon szeretem ezt a részt újra és újra elolvasni. Szinte átélem én is azt a napot. 1956. október 22-e, a 10. születésnapom. Eljöttek a barátnőim, unokatestvéreim. Anyu tortás ütött, és tejszihabos kakaót főzött. Olyan volt, mint máskor, és nem is sejtettünk, mi következik. Langyos, őszi délután volt, zongora órára igyekeztem. Az iskolában feltűnt a szokatlanul nagy nyüzsgés. A fiúk izgatottan rohangáltak.
Mentem a zongoraterem felé. Ott csend, az ajtó zárva, rajta papírlap. A mai órák elmaradnak, Sárváriné. Indoklás semmi. Hazafelé elgondolkodtam, mi lehet. Hazaértem. A negyedikről épp át lehetett látni a műegyetem kertjére, ahol nagy tömeg és sűrű zászlótenger volt. Apa kézen fogott, és lementünk a Gellértérre. Néztük, ahogy az emberek kivágták a címert a zászlókból, majd egy nagy vörös csillagot akartak leverni. Még mi, gyerekek is éreztük, hogy ez valami nagyon komoly dolog lehet. Van egy fekete-fehér fotó otthon a falon. Fekete keretben. Kiskoromban nem tudtam mit, vagy kit kellene rajta keresnem. Pár éve a nagypapám elmesélte azt a napot. A fotón kinagyítva áll a bemszobornál álló tömeg. Ott volt köztük ő is, a nagypapám. Akkoriban könyvelőként dolgozott. A forradalom után bebörtönözték, majd a vasúttal ment nyugdíjba. Október 23-áról mesélve mindig csillog a szeme. Ez szép nap volt, mondja. Elindultam a bemszoborhoz. Mire odaértem, óriási tömeg volt. Megálltam a menet szélén. Veres Péter beszéde és Besenyei szavalata után egyre forrósodott a hangulat. Az elején még tényleg csak a Petőfi kör által meghatározott jelszavak hangzottak el, de aztán a kiskatonákkal kivágatták a címert, és kitűzették a régi Pálffy laktanyára a lyukas zászlót. A vége felé már felhangzott a ruszkik haza, majd a felhívás, hogy rendezett sorokba menjünk a parlamenthez. A Margit hídon már egyre keményebben skandálták. Ruszkik haza! És Nagy Imrét a kormányba! A tüntetés a Műegyetemtől indult, majd a Petőfi szobornál tartottak gyülekezőt az egyetemisták. Itt felolvasták a követeléseiket, 16 pontban. Vonják ki a szovjet csapatokat! Ruszkik haza! Ez a haza, magyar haza! Minden orosz menjen haza! Új, alulról kiinduló választások legyenek! Nem állunk meg fél úton! Sztálinizmus pusztuljon! Nagy Imrét a kormányba, Rákosit a Dunába! Szervezzék át a gazdasági életet! Vélemény és szólásszabadságot! Szabad rádiót és sajtót! Távolítsák el a Sztálin szobrot! Helyre 1848-49-es emlékmű legyen! Szovjet sereg menjen haza, Sztálin szobrot vigye haza! Új nemzeti címert! Szabadságra szavazunk, Kossuth címert akarunk! Szolidaritást a lengyel néppel! Lengyelország példát mutat! Kövessük a magyar utat! Aki magyar, velünk tart! A Petőfi szobor felől Kossuth utcáján özönöl. Három színoltalma alatt az ifjú magyar áradat. Szívekből kinyilatkozó egység ez itt. Mindenható. Felülről nem hazudható. Nem oldható, nem rontható. Októberi tavaszt hozó. A Kossuth nóta dallama szilajul szebb, mint valaha. Nyomul a háromszínű sor. Egy emberfürtös balkonon zászló merészkedik elő. Könnyet ejt a járókelő. Feltámadási körmenet vonul. Hívő magyar sereg. Millió résből fényre jő, egész országnyi tüntető. Ó, forradalmi honfiság, ősz harmatán kinyílt virág! Te félelem és csalatás alól kivillanó parázs! Te csípke rózsa álmunő, éj víradása serkenő! Te föld alatti szenvedély, így bújtogass, magyar, ne félj! Hírrel híreszted szerte szét a szabadság jövetelét. Őrületes tömeg volt a Sztálin szobornál. Én az építők székhácsának lépcsőjén álltam. Pillanatok alatt 40-en, 50-en másztak fel egy-egy kocsira, és annak a vontató köteletét rakták Sztálin nyakába. Vezényszóra megindultak, igen ám, de arra nem számítottak, hogy ez egy masszív szobor, és ezért mindegyik teherautónak a hátulja felemelkedett. 40-en, 50-en fölmásztak, de úgyse tudták lehúzni. Hogy honnan, honnan nem, hoztak egy lángvágót. Mindkét lábát térd alatt körbevágták, a mellvérre zuhant, onnan penderült egyet, és le a földre.
aki csak hozzáfért, mind-mind köpkötte és rúgta. Engem október 23-a rázott fel kábultságomból. Otthon voltam, késő délután a haverjaim hozták a hírt, hogy kint a városban lövöldöznek. Nem akartam elhinni. A szürkületben úgy tűnt, mintha villámlana. Aztán mégis elindultam. A Kilián laktanyánál az emberek be akartak menni az épületbe fegyverekért. Kóvályogtam ott egy darabig. Hát, ha én is hozzájutok valami fegyverhez. Egyszer csak jött Kispestről egy teherkocsi. Kinek kell fegyver? Kérdezték. Szerencsém volt, elkaptam egy dobtáras géppisztolyt. Valaki egyszer csak azt mondta, menjünk a rádióhoz. Elindultunk a körúton, de már akkor lőttek ránk. Hogy ki és hogy honnan, azt persze nem tudtuk. A rádiónál már nagy tömeg volt. Nagy nehezen bejutottam a szemközti házba. Egyenesen felmentem a padlásra. Sosem gondoltam volna, hogy a nagyanyám hős volt. Csendes szavú, mosolygós szemű asszony volt, aki egyszer séta közben mesélt nekem 56-ról. Soha sem előtte, sem utána nem beszélt erről. Mi már nagyobbak voltunk. Már értettük, mit akarnak az emberek. A szabadságatét. Ezért mi is segíteni akartunk. A barátnőmmel nekiálltunk plakátokat gyártani. Egy újságról lemásoltuk a címert, kiszíneztük és aláírtuk. Ez az igazi magyar címer. Majd a környékbeli fákra kiszögeztük. Sejtelmünk se volt, milyen veszélyes is lehetett volna ez a hőstettünk, ha olyannal találkozunk, aki másképp gondolkodik. Ha minden fény kihúnyt rég, s reményt űz a sötétség, sivártáj, hol egymagadban jársz, nem nyújt vigaszt már a szó. Remélj és ne hidd, hogy nincs kiút, mert a szomorúságod oly mély, mint egy kút. Nézd ott fenn az égen fénylő rángyúr, az én sötét vágy lántúr, és a szíved így leszáll. Nézd a fényt, hogy ég ott fenn, hol ég volt, a lelkedbe új remény volt, és a szívedben ég ma már. Az én sötétben gyúló fénysugár. Lábad kő, nem bírod el, és csak állsz, mikor lépni kell. Lenézd rá, szomorúságod oly mély, mint egy kút. Nézd ott fenn az égen fénylő lángyúr, az én sötét vágytán túl, és a szíved így leszáll. Nézd a fény, hogy ég ott fenn, hol ég volt, a lelkedbe új remény volt, és a szívedben ég ma már. Az én sötétben gyúló fénysugár. Sorsfordító nap volt 1956. október 25-e. Máig nem tisztázott okokból, a parlament elé vonuló fegyvertelen tüntetőkbe belelőttek az épület védelmére rendelt orosz katonák és az AVH fegyveresei. A fény, szuronyok hegyén villan.
Nem ilyen fényre vágytam én, amilyen itt van. A szél katonaszaggal libben. Ne fújd el őszi szél, amit még hittem. A vér agyamban vadul lüktet. Ó, Isten, Isten, hogyha vagy, segítsd meg véreinket. Akkor láttam először halottat. A hátán feküdt. A járókelők körbevették. A nyírkos járdán megjelent az első vérfolt. A szemerkélő eső azonnal lemosta, de a vér egyfolytában szivárgott ki a ruhája alól. Fiatal volt, nem sokkal idősebb nálam. Mintha pillanatfelvételeket készített volna az agyam. Kerek gyerekfej volt, napszitta haj és szemöldök. Sapkája tőle 1 méterre. Becsuktam a szemem, megszédültem. Valami nagyon szorította a gyomrom, és csak egy dolog lüktetett az agyamba. Miért? Menj el a térre, ahol fekszenek, mondták. Csak menj oda, ha nem hiszed. Esőben csillogtak a háztetők, amikor megálltunk a tér előtt. Sötétedett már, nem láttuk a vért. Csak a gyertyák lobogtak a halottakért. A tüntetők felvették a harcot. Hajnalra a rádió az ostromlók kezére került. Eközben a pártvezetés Nagy Imrét újból kinevezte miniszterelnökké. Gyülekezési és kijárási tilalmat rendeltek el. Budapesten leállt a termelés, szünetelt a tanítás. Az utcákon 10 éves gyerekek, pesti srácok harcoltak a szovjet tankok ellen. Fegyvert fogtak régen egyszer, mint a nagyfiúk, s összegyűltek Korvin közben, nem volt más kiút. Árvák voltak, úgy, mint te meg én, senkik voltak, úgy, mint te meg én. Ők voltak, ők voltak, ők voltak, ők voltak, ők voltak, ők voltak, ők. Tűzben és rongyokban, árván és boldogan, névtelen, kénytelen, Isten szem előtt. A villamoson ő mindig tujázott, tréning nadrágja bő volt és kopott. Össze lyukas cipőben járt az ázott utcán, és ha éhes volt, almát lopott. És esténként a gázlámpák tövében a banda várta, s ő egy csikket lőtt, hol kisajokra lestek lenn a téren, s rágyújtott a haverok előtt. S otthon nem volt enni mit, de gyakran. A pályaudvaron vagont rakott élente, seggel anyjának adta a sovány pénzt, amit ezért kapott. Így telt az idő. Peregtek az évek ólomszürkén, kilátástalanul. De akkor ősszel kigyúltak a fények az égen fenn, s a szívekben alul. Nem várt csodaként jött el a szabadság. Hajnal hasadtán ömlik így a fény. Az embereknek mosoly nyílt az ajkán, és a lelkükben bíztató remény. 12 nap volt. Felér 10 000-rel. Eddig lehettünk ismét szabadok. Fölkelt a nép, föltámadott a tenger. Testvérek voltunk mind, és magyarok. De beköszöntött a komor november, és hadak jöttek, mint már annyiszor, kelet felől. És megszólalt a fegyver, s a béke helyett vér lett, és iszony. A pesti srác is fegyvert markolt, és a haverok is. Elszánt kis sereg, s a Romos utcán, hol egykor a Grund volt, vérét hullatt a sok hős gyerek. És míg 100 tank tiportált a város testén, legyen a nap már mindörökre gyász. Így esett el egy novemberi estén a pesti utcán a hős pesti srác. Fiatal teste az utca porába, lelke az égbe visszaköltözött. Ártatlan vére nem hullott hiába, emléke él az emberek között. Október 28-án győzött a forradalom. Nagy Imre rádióbeszédében Nemzeti Demokratikus Mozgalomnak nyilvánította az elmúlt napok megmozdulásait, és azonnali tűzszünetet rendelt el. Bejelentette a szovjet csapatok kivonását Budapestről. Feloszlatta az AVH-t, és további változásokat is ígért. Tárgyalásokat kezdett a Varsói Szerződésből való kilépésünkről.
újjá alakultak a korábban felosztatott pártok. Házi őrizetéből kiszabadították Mindszenti József, herceg prímást. Elmentek az oroszok, mondták a felnőttek. Mi is kimerészkedtünk öcsivel, fogta a kezem. Ő még kicsi volt, 4 éves, nem értetett semmit. Láttuk a szétlőtt kapualjakat, a kiégett roncsokat, a felszedett utcaköveket. Ez a szép város, amit alig pár éve építettek újjá, romokban hevert. De apujék azt mondták, győztünk. November 4-e. Arra ébredek, hogy rezegnek az ablakok. A sötét éjszakában mennydörgés hallatszik. De valahogy nagyon egyforma ez a dörgés. Az ablakhoz botorkálok. Csak nem. De igen. Buda felől már látszanak a torka alatt tüzek. Hát mégis. Hát mégse. Hajnali 5 órát mutatnak a Wecker foszforeszkáló mutatói. 1956. november 4-e, vasárnap, megkezdődött Budapest ostroma. Az orosz tankok újra bevonultak. A házunk a Bartók Béla úton volt, így elsőként voltunk fültanú a rémes zajnak. Aztán a rádióban Nagy Imre. A kormány a helyén van, és Beethoven meg a himnusz. A felnőttek suttogtak. Pincébe kellett mennünk, nagyon fáztam. A helység hamar megtelt matracokkal, tábori ágyakkal. Kimerészkedtünk az utcára. Halottak. Leöntve mésszel. Barikádok, roncsok. Az Üllői út rettenetes volt. Leszeletelt félházak, egy-két bútor. Egy játékmackó lógott fejjel lefelé az egyik téglakupacról. Igen, megérintett a látvány. A bakástéri templom mellett sírhantok, egyiken felirat. T. Erzsike, 14 éves. Rajta lógott kis ezüstlánca. Nem értettem, miért figyelik a felnőttek a rádiót annyira. Süstorogva jött a Szabad Európa hangja. Hírek, félelem, izgalom, aztán csend. A forradalom elbukott. Ezt én is értettem. Aztán azt is meg kellett érteni, hogy erről nem szabad említést tenni. Sem az iskolában, sem máshol. Hazám, hazám, édes hazám, bár csak a táridat látnám, látom füstjét, de csak alig, az ég alatt sötételik. Napom, napom, fényes napom, süss még egyszer világoson, nem mindenkor homályoson, hogy hazámat ne sírassam. Fölmegyek én egy nagy hegyre, annak is a tetejére, onnan nézek hazám felé, édesanyám háza felé. Isten áldja meg a magyar, tartson éltem, míg e föld tart, paradicsom hazám.
Amerikában élek, amerikai iskolába járok, de a nagymamámmal és az anyukámmal magyarul beszélek. Sok magyar él itt. Nagymamám szekrényében mindig van piros kabát. Sokszor viseli is, nagyon szeretem. Egyszer megkérdeztem tőle, miért szeret piros kabátot hordani. 1956. október 23-án gyönyörűen sütött a nap. Kicsit hűvös volt, ezért felvettem a kedvenc piros kabátomat. Hamar az események sodrába kerültem. Amikor a Nemzeti Múzeumhoz érkeztem, már szavalták a himnuszt. Aztán egyszer csak valaki felkiáltott, hogy szabadítsuk fel a rádiót. Én is a Bródy Sándor utca felé indultam. Valaki megkérdezte, hogy kinél van a 14 pont, és én jelentkeztem. Így kerültem fel az épület előtt álló vágókocsira, és akkor olvastam fel először a követeléseket. Olyan spontán és felemelő volt az egész. Együtt lélegeztünk, ugyanazt akartuk, egy nemzet voltunk. Édesapám akkoriban az indiai nagykövetnek dolgozott, aki a forradalom leverése után delegációt indított Bécsbe. November 13-án hajnalban éppen a Dunaparton sétálgattam. Amikor hazaértem, apám már a lépcsőnél várt rám. Láttam a tekintetén, hogy valami nincs rendben. Azt mondta, Edina, név szerint keresett az ávó, fordulj meg és irány nyugat. És akkor megfordultam, és elindultam nyugat felé a delegációval. Nagyi, mi lett a piros kabáttal? Megvan még? Nincs. Az volt az első, amit hazaküldtem, egy ezredes szegény feleségének Magyarországra, miután elmenekültem. Azóta mindig van egy piros kabát a szekrényemben. Így őrzöm a forradalom emlékét, és emlékezem. Amióta az eszemet tudom, Dániában élünk, az egész család. Nagymamám könyves szekrényében van egy sárguló újság. A címlapján egy vörös hajú, szeplős, vattakabátos, velem egykorú lány néz ránk. Nagymamám minden este megsimogatja az újság borítóját, elmosolyodik, és ezt mondja. Jó ét, Erika. Erikáról anyukám mesélt nekem, mert nagymamám mindig elsírta magát, ha megkérdeztem ki ő. Erika volt nagymama testvére, aki harcolt 1956-ban Budapesten. 15 éves volt akkor. November 7-én ért el végzetes lövés, miközben vörös keresztes karszalagban próbált segíteni a sebesülteknek. A nyakát találta el egy szovjet géppisztolyból leadott sorozat. A dán újságban így írtak Erikáról. Megláttam egy komoly tekintetű, szép lány Budapesten, akit rávettem, hogy néhány képet készíthessek róla. Véletlenül sikerült egy olyan képet csinálnom, amely bejárta a világot és a forradalom jelképévé vált. A bátorság és a remény szimbóluma lett ez a kép. Egy tánc, egy tánc, egy tánc, egy tánc, és a lángon, a halálon füstön át úszik egy fehér hajó. És a vonatok megjöttek sorra, néhány béke év nekünk is járt. Aztán jött az a retteget autó, és a ház előtt halkan megállt. És a mama az ablaknál állva, újra évekig apámra várt. Áj, volt egy tánc, talán egyszer még lesz folytatás. És a prostűből szélre már nem telt, és a harmadik tél is lejárt. És egy hajnalon csöngettek hármat, és az apám az ajtóban állt. Azt se bántuk, hogy nem volt már semmink, mindent elnyelt a nagy zálog ház.
ajajaj. Volt egy tánc, volt egy tánc, talán mégiscsak lesz folytatás. Módunk kitérni a hűség elől. Újra kell kezdeni mindent. Minden szót újra kimondani. Újra kezdeni minden művet és minden életet. Kezünket mindenkinek oda nyújtani. Újra kezdeni mindent a világon. Megteremteni, ami nincs sehol. De itt van mindnyájunkban mégis. Belülünk sürgetve dalol. Újra hinni, hogy eljön valami, valamikor, valahol. Az emlékező rendezvény az 1956-os forradalom áldozatainak is emléket állító Deák téri hősi emlékműnél koszorúzással folytatódott. Koszorút helyeztek el Mohácsváros önkormányzata nevében Pávkovics Gábor polgármester és Cserdi Áron alpolgármester, a nemzetiségi grémiumok képviselői, a Mohácsi járási hivatal, a rendőrkapitányság, valamint oktatási intézmények és civil szerveződések delegáltjai. Nem kis fejtörést okoz a 8. osztályos diákoknak és szüleik számára a középiskolai jelentkezési határidő. Hová menjen, mit tanuljon, mi érdekli? Gimnázium, szakmaszerzés vagy technikum? Számos kérdésre kell ilyenkor megtalálni az elsősorban a gyermek számára kielégítő választ a megfelelő iskola kiválasztásával. Nem egyszerű a feladat, hiszen 14 évesen nagyon kevesen rendelkeznek határozott elképzeléssel, határozott céllal. Ebben próbál meg segíteni már közel 20 éve a Baranya vármegyei kormányhivatal pályaválasztási és szakmabemutató rendezvénysorozata a vármegye több városában. A pécsi szigetvári pályaválasztási kiállításokat követően október 18-án Mohácson várták a 8. osztályos végzős diákokat, szüleiket és pedagógusaikat az ifjúsági centrum aulájában és tornatermében. A Baranya vármegyei kormányhivatal által évek óta megrendezett esemény célja, hogy a végzős diákok egy helyszínen ismerhessék meg a vármegye és a város középfokú oktatási intézményeinek képzési kínálatát, információkat szerezhessenek az ezekben folyó munkáról, az elérhető szakkörökről, szabadidős tevékenységekről. A rendezvényt dr. Bencsik Dóra, a Mohácsi járási hivatal foglalkoztatási osztályának vezetője nyitotta meg, majd Müllerné dr. Juhas Bernadett, a Baranya vármegyei kormányhivatal főigazgatója köszöntötte a megjelenteket. Cserdi Áron alpolgármester beszédében két fontos, megkerülhetetlen tennivalóra hívta fel a figyelmet. Egy idegen nyelv legalább középfokú elsajátítására, valamint az informatika, a számítógép programhasználat értő, felhasználó szintű alkalmazására. E kettő szinte elengedhetetlen, akár simán továbbtanulásról, akár szakmaszerzésről beszélünk. Késznél Lebő Zsuzsanna, a Mohácsi Tankerület Központ igazgatónője, az egész életen át tartó tanulás fontosságára hívta fel a jelenlévő diákok figyelmét.
A pályaválasztási kiállításokon és szakmabemutató bőrzéken, a vidéki helyszíneken elsőbséget élveznek a helyben található középfokú intézmények, de természetesen a cél az, hogy minél szélesebb képzési kínálatot tudjanak bemutatni a továbbtanuló fiataloknak. Valóban igaz, ez a hét a Baranya Vármegyei Kormányhivatal életében a pályaválasztásról és az állásbőrzéről szólt. Ez azt jelenti, hogy az első három nap, tehát hétfőket szerdán Pécsen rendeztük meg a pályaválasztási kiállítást, illetve a képzési és állásbőrzét szerdán. A tegnapi nap csütörtökön Szigetváron tartottunk pályaválasztási kiállítást, és a mai nap pedig itt Mohácson szintén egy pályaválasztási kiállítással zárjuk a hetet. A vidéki helyszíneken mindenképpen igyekszünk azokra a helyi iskolákra fókuszálni, ahova a diákok elsősorban el tudnak menni. A pécsi rendezvényen ott picit szélesebb a paletta, tehát ott több kiállító is van, és ott abszolút a teljes vármegye, sőt, a középiskolásoknak pedig az ország más területéről is hívtunk felsőfokú intézményeket, hogy minél szélesebb paletta legyen, és minél jobban megismerjék azt a képzési kínálatot, ami elérhető nem csak a vármegyében, hanem esetleg a szomszédos körzetekben is. Hogyan kapcsolják össze az itteni képzési kínálattal azt, hogy hova lehet esetleg majd elmenni dolgozni? Azt gondolom, hogy nagyon fontos az, hogy valóban a középfokú intézményeknél is nem csak a gimnáziumokra, hanem a szakképzőiskolákra is fókuszálunk, hiszen a hiány szakmák azért elsősorban a szakképzés területén jelentkeznek, illetve a felsőfokú oktatásban is azért bizonyos informatikai, mérnöki területeken vannak ugye elsősorban a hiány szakmák. Tehát mindenképpen igyekszünk ezeket az iskolákat is bemutatni, és a diákokat megismertetni velük, valamint minden esetben minden egyes helyszínen munkáltatókat is meghívunk a pályaválasztási kiállításra, pontosan azért, hogy hát azért nagyon nehéz elképzelni egy 7.-8. osztályos gyereknek, hogy egyébként majd 15 év múlva mit fog csinálni, amikor befejezi vagy 10 év múlva, amikor befejezi a gimnáziumot, vagy a szakközepet, meg ha egyetemre megy, hogy egy picit jobban testközelből megismerhesse azt, hogy azzal a szakmával, vagy azzal a területtel, amivel tovább tanulna, hogy azzal utána milyen munkahelyen, milyen munkakörben lehet elhelyezkedni. Ezt próbáljuk úgy is segíteni, hogy minden egyes kiállításnál az adott iskola mellé állítjuk azt a munkáltatót kiállítóként, ahol azt a szakmát, vagy azt a végzettséget lehet megszerezni, amivel utána a munkáltatónál el tud helyezkedni, ahol meg abszolút gyakorlati szempontból ki tudja próbálni magát. Tehát például a gépipari szakmákban oda jönnek a munkáltatók, és különböző ügyességi, technikai feladatokat már a gyerekek akkor kipróbálhatnak, hogy ez mit is jelent majd nekik a gyakorlatban, mert ez azért nagyon-nagyon nehéz elképzelni, sokszor még nekünk felnőtteknek is, nemhogy egy hetedikes gyereknek. Van-e valami tendencia arra nézve, hogy egyre inkább a szakképzés felé megy el a mutatója a továbbtanulásnak? Értem itt az alatt, hogy érettségi és szakmát szereznek. Mindenféle tapasztalható, én azt gondolom, tehát valóban egyébként a szakképzés egyre erősebb, és egyre szélesebb a paletta. Ugye nagyon sokszor el is mondják, hogy pontosan a hiány szakmák miatt, hogy egyre kevesebb a szakember, és hogy akkor jó lenne abban tovább tanulni. Azt gondolom, hogy ehhez azért a szemléletváltás is szükséges mind a gyerekek, mind a szülők tekintetében, mert azért azt is elmondhatjuk, hogy elsősorban a szülő az talán, aki leginkább segíti a gyermekét a továbbtanulásban. Tehát nagyon fontos azt megismerni szerintem a szülőknek is, és ezért jó, hogyha ők is eljönnek ezekre a pályaválasztási kiállításokra, és nem csak a gyerekek, mert láthatják azt, hogy manapság már egy szakma nem feltétlen jár kosszal, olyan tevékenységgel, ami fizikai megterhelés. Tehát nagyon sok esetben ezek a szakmák is már abszolút számítógéppel vezéreltek, és egy fehér köpenyben dolgozhatnak majd a későbbi munkavállalók, amit még 10-20 évvel ezelőtt nem így csináltunk. Tehát nagyon fontos az, hogy mindenki haladjon a korral, és megismerje azokat az új munkaköröket, és azokat az új technológiákat, amik a munkaerőpiacon már jelen vannak. Ez több éve rendezik meg ezt a pályaválasztási kiállítást. Mennyire jönnek visszajelzések a sikerességet illetően? Valóban nagyon régóta szervezzük, tehát Pécsen indult egyébként a legrégebben, tehát több mint 20 éve szervezzük már ezeket a pályaválasztási kiállításokat, annak ellenére, hogy azért nem elsősorban a foglalkoztatás politika feladata a pályaválasztás. Igazából mi ezt ilyen prevenciós céllal csináljuk, mert azt gondoljuk, hogy a munkanélküliségnek az egyik legnagyobb segítsége az lehet, vagy az ellen a legnagyobb segítség lehet a megfelelő pályaválasztás és a pályaorientáció, mert hogyha valaki megtalálja azt a szakmát, azt a végzettséget, amit,
amit szeret csinálni, el is tud vele helyezkedni a munkaerőpiacon, akkor nem lesz a mi ügyfelünk. Úgyhogy mi azért ilyen prevenciós céllal szervezzük ezeket a kiállításokat, és nagyon-nagyon sikeresek. Tehát a mai nap eredményéről még nem tudok beszámolni, de ugye a pécsi három napról be tudok számolni, tehát ott több mint 2500 gyermek vett részt a három napon. A rendezvényen több mint 50 kiállítóval, ahol iskolák, munkáltatók részt vettek, és hát az is mutatja a sikerességét, hogy a kiállítók is minden egyes évben nagyon várják már az eseményt, nagyon szívesen jönnek minden évben, évről évre több a kiállítónk. Minden évben megkérdezzük őket utána egy ilyen elégedettség felméréssel, hogy mi az, amivel tudnánk javítani, jobbá tenni a következő évi rendezvényeket, ezeket mindig figyelembe is vesszük. Úgyhogy én azt gondolom, hogy folyamatosan fejlődünk mi is ezzel a rendezvényel, és szerintem egyre sikeresebb, legalábbis a visszajelzések ezt mutatják. A Mohácsi pályaválasztási kiállításon 33 kiállító, valamint 7 munkáltató cég vállalkozás is kitelepült. A középfokú intézmények között a Kisfródi Károly Gimnázium és a Mohácsi Radnóti Miklós Technikum és Szakképző Iskola is várta a pályaválasztás előtt álló nyolcadikosokat. De a vármegye szinte összes középiskolája képviseltette magát a rendezvényen, a rendőrség, a katonaság és a katasztrófa védelem standjai mellett. Közel egy évtizeden zárta be kapuit Bolyban a Montenuvo Nándor Technikum és Szakképző Iskola, így vele együtt a helyi szakképzés is megszűnt. A Pécsi Református Kollégium a város önkormányzatával karöltve a szakképzés újraindítását tervezi 2025 őszétől, versenyképes szakmákkal, modern környezetben, diákközpontú szemlélettel. A témában október 15-én tartottak sajtótájékoztatót, melyre stábunk is meghívást kapott. A Bolyi központjában az általános iskola mellett található Montenuvo Nándor Technikum és Szakképző Iskola termei még üresen állnak. A Pécsi Református Kollégium tervei és reményei szerint azonban 2025 őszétől ismét megtelnek élettel. A szakmakínálatról, a duális képzés előnyeiről sajtótájékoztató keretében beszéltek mind a Bolyi önkormányzat, mind a Református Kollégium képviselői. Dr. Fehérvári Dávid a település polgármestere köszöntőjében kiemelte. Egy város életében rendkívül pozitív és örvendetes lépés, ha az általános iskola mellett középfokú oktatás is elérhető helyben a diákok számára. A város első embere azt is hozzátette, a 90-es évek oktatáspolitikai iránya a felső oktatásba terelte a tanulókat, és ez a tendencia produkálta a szakember hiányt az elmúlt évtizedek alatt. Igazából az indokolta, hogy egyre nagyobb a szakember hiány, a szakmunkás hiány, és a Pécsi Református Kollégium fantáziát látott abban, hogy ez a szakiskola újra indulhasson. Azért is tartottuk most ezt a sajtótájékoztatót. Felmérték a térség munkaerő igényét, és igyekeztek olyan szakmákat választani, ami vonzó lehet az itt tanuló, vagy a környéken élő és tanuló diákok számára. Úgyhogy bízom benne, hogy szeptembertől ténylegesen el tud indulni az iskola. Bolynak azért érdeke is, hogy itt megteljen ez az iskola diákokkal, tanulókkal, hiszen ne felejtsük el, az ipari parkban azért számos olyan cég van, amely keresi a szakembereket. Igen, tehát nagyon fontos ez az település életében, hiszen azért egy iskola bezárása az negatív hatással van a település életére, hangulatára is, és amikor felvetődik egyáltalán egy ötlet, hogy újraindulna, azt úgy gondolom, hogy önkormányzatként teljes mellszélességgel kell támogatni. Különösen azért is, mert ugye, ahogy ön is említette, itt van az ipari parkunk, ami egy igen komoly felszívó erővel bír, de itt vannak azok a szociális intézmények, akik szintén folyamatosan keresik a szakképzett munkavállalókat. Mi Bolynak a partnersége, miben tudja támogatni a Pécsi Református Kollégiumot? Hát a város a infrastruktúrát biztosítja első körben, ez azt jelenti, hogy a régi iskola épületében 4 tantermet biztosítunk az induláshoz, illetve amennyiben igény felmerül, akkor a diákok számára kollégiumi férőhelyet tudunk adni. Az előbb említette a sajtótájékoztatón, hogy nagyon külön örömét fejezi ki annak az előző munkahelye okán is, hogy mezőgazdasági szakembereket is képezni fognak. Miért olyan fontos, hogy mezőgazdasági szakemberek álljanak a munkaerőpiacon?
kettős oka van ennek. Egyrésztről Dél-Baranya, illetve Baranya megye egy igen komoly mezőgazdasági potenciállal bíró térsége az országnak. Komoly agrárcégek működtek itt régen is, illetve most is. Másrészt pedig különösen a Covid-járvány idején szembesültünk azzal a ténnyel, hogy mekkora jelentősége is van a hazai mezőgazdaságnak, az élelmiszer termelésnek. Ma már stratégiai ágazattá vált a mezőgazdaság, ma már koránt sem a sáros gumicsizmáról ismerkszik meg, hanem, ahogy említettem, azért itt robottechnika, több tízmilliós gépek, drónok állnak a termelésben, és hát ha ez a fajta high-tech fejlődése az ágazatnak a fiatalok számára is vonzóvá válik. Fontos és új elem a szakképzésben az egyházak megjelenése. Az elmúlt évszázadokban főként a gimnáziumok és a felsőoktatási intézmények működtek egyházi fenntartás alatt, mára a szakképzésben is szerepet vállaltak. Több felismerés vezetett egy irányba. Az egyik az, hogy a református egyháznak nem csak a gimnáziumi képzésben van küldetése, hanem a szakképzésben is, hiszen ott is a magyar családok gyerekei vannak, ott is olyan fiatalok vannak, akiknek a fölnevelkedéséhez mi hozzá tudunk tenni. A másik előzmény a szakképzési rendszer átalakulása. A korábbi rendszerben az volt a tapasztalatunk, hogy az érettségire kifutó képzés elválta a szakmai gyakorlati évtől, és ez tulajdonképpen szétbontotta a korábbi szakképzési gyakorlatot. Nagyon sok diák esetében meghiúsult az eredeti vállalás, hogy leérettségizem, és mellé szakmát szerzek. A technikumi rendszerben ez nem így van, és ezért a szakképzési rendszer megújításában mi egy lehetőséget ismertünk föl arra, hogy egyszerre összekötve adjunk a gyermek kezébe, a fiatal kezébe érettségi bizonyítványt és szakmai oklevelet, és hogyha ezzel a kettővel együtt indul el, akár a munkaerőpiacra, akár a továbbtanulásra, akkor jó esélyek vannak előtte. Hogy került a képbe a Bói Kollégium Technikum? A Bói kapcsolat az úgy jött létre, hogy a helyi református egyház kezdeményezett találkozót az önkormányzat akkori vezetése, Hárs József polgármester úr és a kollégium vezetése és fenntartója között. Több alkalommal találkoztunk a megelőző években. Azt mondhatjuk, hogy egy hosszas előkészítő folyamat van e mögött, az iskola nyitás mögött, és mi azt szeretnénk, hogyha ez a több éves munka most a jövő év szeptemberétől gyümölcsöt teremhessen az idejáró szakképzést igénybe vevő fiatalok képében. Hogyan mérték fel azt, hogy melyek azok a szakmák, amelyből itt ebben a térségben kínálatot kell nyújtani? Egy tudatos szűrő munka előzte meg a beiskolázási kampányunkat, ebben nagyon fontos szereplő volt a helyi önkormányzat, amelyik párbeszédet tartott éveken keresztül a helyben működő vállalkozásokkal. Az új szakképzési rendszerben nagyon fontosak a cégek, mint duális partnerek, akik a szakmai gyakorlatnak, a gyakorlati képzésnek a megvalósítói, és éppen ezért mi ezt a kört a cégeknél kezdtük, és ott mértük föl azokat az igényeket, amiket beépítettünk a szakmakínálatunkba. Az a reményünk, hogyha teljesülnek a szakképzési terveink, akkor itt a térségben működő vállalkozások is megfelelő szakember utánpótlást tudnak szerezni maguknak. Melyek ezek a képzések, amelyek itt fognak elindulni következő év szeptemberében? Igen, példaként említettem a mezőgazdasági gépészképzést, amelyiknek mind a technikumi, mind a szakképzőiskolai változatát meghirdettük. Itt a térségben működő nagy mezőgazdasági vállalkozások szintén örülnének, hogyha a gyakorlatban bekapcsolódó fiatalokat, diákokat, tanulókat fogadhatnák, illetve azt követően a szakember utánpótlásba beszállnánk.
ilyen még a szociális ágazat is, hiszen az önkormányzatnak is van szociális intézménye a településen, és a térségben is működnek egyházi szociális intézmények, amelyek úgy szintén azt a kívánságot fogalmazták meg irányunkba, hogy örülnének, hogyha küldenénk fiatalokat gyakorlatra. És említhetem még az ipari képzésünket, illetve a turizmus vendéglátás területén a szolgáltató szektorra néző szakképzési irányainkat is. Ezekkel bővítjük azt a kínálatot, amelyet a térségben élő továbbtanulást kereső fiataloknak kínálunk. Fontosnak tartják-e azt, esetleg az idegen nyelvet is bevonják a képzésbe? Fontosnak tartjuk. Az egyik képzésünk kifejezetten szakmai idegen nyelv oktatással társul, a német nyelvvel a turisztikai ágazatban szeretnénk a képzésünket összekapcsolni. Ezzel az itt helyben, az alapfokon német nyelvet tanuló diákok nem veszítik el azt a tudást, amit az általános iskolában szereztek, és számukra pedig egy tovább lépési lehetőséget kínál az, hogy szakmai nyelvet sajátíthatnak el, hiszen a szaktudásnak a fogalmakban rejlenek a talpkövei, és hogyha valaki pontosan ismeri a szakmai fogalmakat, akkor arra már fölboltozható az a tárgyi tudás is, amelyik a szakma megszerzéséhez elengedhetetlen. Nem olyan messze, pár kilométerre helyezkedik el Mohács városa, ahol szintén található egy szakképző technikum, szakképző centrum. Mennyire figyeltek arra, hogy a képzések ne üssék egymást? Tudatosan kerültük a párhuzamosságokat, tehát úgy fogalmazhatom, hogy a résekre igyekeztünk ráfókuszálni. Azokat a szakmákat emeltük be a szakmakínálatunkba, amelyek a térségben működő szakképzési intézményekben nincsenek jelen. A humán területen ott előfordulhat azért párhuzamosság, mert mi az egyházi intézmények számára képzünk sajátos nevelkedésű, sajátos világlátású fiatalokat, akik akár az ápoló szakma területén, akár az óvodai nevelő szakma területén a saját intézményeinkben fontosak lesznek. A 2025 őszétől induló szakmakínálatról Oswald Levente szakképzési főigazgató helyettes adott tájékoztatást. Az egészségügyi, szociális, idegennyelvű kereskedelem, turizmus, vendéglátás, oktatás ágazat mellett faipari, illetve mezőgazdaság és erdészet ágazat várja mindazon diákokat, akik az érettségi mellett szakmai végzettséget is szeretnének középfokú tanulmányaik végén. A képzés célja, hogy továbbtanulási és versenyképes szakmaszerzési lehetőségeket nyisson a térségben élő fiatalok előtt. Bővebb, részletesebb tájékoztatással a november 19-i nyílt nap keretében várják az érdeklődőket Bolyban, a Montenóvó Nándor Technikum és Szakképzőiskolában. Kedves nézőink, ezzel ma esti magazinműsorunk véget ért. Legközelebb jövő héten szerdán este 7 órakor jelentkezünk ismét. Addig is a viszontlátásra!